Köszöntöm Önöket, a Hegyvidék Televízió sportmagazinját látják. Az otthon tartózkodás vagy az esetleges házi karantén nem jelenti azt, hogy nincsen lehetőségünk egy teljes körű testmozgásra. A mai adásunkban Frank Pálffy Tíme ad tippeket, hogy melyek azok a gyakorlatok, amelyek teljesen átmozgatják testünket, és így hozzájárulnak egészségünk megőrzéséhez. Szia Tími! Szia Linda, üdvözlöm én is a nézőket! Melyek azok a testrészek, izomcsoportok, amelyeket tényleg szükséges lenne minden nap teljesen átmozgatni? Nem csak izomcsoportokról beszélhetünk, hogyha egy testet tekintünk a mozgás kapcsán. Mi ugye a testünk csontokból, izületekből és egyéb lágy szövetekből is fölépül, ami az izmokon kívül nagyon fontos, és a mozgásban részt vesznek. Ha például abba gondolunk bele, hogy mondjuk a rekeszizmunk, az folyamatosan ugye a rekeszlégzés során, amikor levegőt veszünk, lefölfelé mozog, akkor ő megmozgatja a belső szerveinket is. Tehát, hogyha mi mondjuk napközben napi 8 órát görnyetten ülünk például, mert mondjuk egy számítógépnél üldögélünk, akkor a görnyedés miatt a rekeszizom az nem tudja ezt a mozgást ellátni, tehát hogy alapvetően az egész testet tekintve kell mindig gondolkoznunk, de ezt nagyon sokan sajnos nem mindig tudják. Hogyha abban indulunk ki, hogy a karantén miatt kevesebbet mozdulnak ki az emberek, sokkal többet ülnek, kisebb az a tér, amiben nekik szabadon mozogni lehet, vagy mozogni tudnak, akkor ugye nagyon fontos minden izületnek a megfelelő átmozgatása. Ugye sokkal kevesebb a járásnak a minősége és a mértéke, tehát a vénás keringésünket, a nyirok keringésünket kevésbé használjuk azáltal, hogy többet üldögélünk, elkényelmesedünk a kanapéba, tehát mindenképp javasolnék akár egy vénás tornát, egy nyiroktornát, független életkortól, mert hogy ugye ülünk, a lábunk talpon van, keresztbe, stb., tehát a vénáink nem kapnak megfelelő működést, illetve a nyirokkeringésünk a lábban. Ami nagyon-nagyon sokszor panaszos, és a paciensek rendkívül sokszor panaszkodnak, ugye az a törzs és a gerincnek a fájdalma, a nyaknak, a vállöveknek az elmacskásodása, a fejfájások, ugye a tenziós fejfájásnak hívjuk azt, amikor már annyira feszes valakinek a vállöve vagy a nyaka, hogy a fájdalom és a görcs miatt egy idő után fejfájást vagy akár migrénes panaszt is tud okozni. Tehát mindenképp azt javasolnám, hogy egy dinamikus átmozgató gyakorlatsor ebben az időszakban mindenki kinek fontos lenne, amiben a vállövet, a nyakat, a hátat és az ágyéki szakaszt, a derekunkat átmozgatjuk, és hát nyilván attól függően, kinek mennyi idő fér bele, napi szinten ugye ezt lehet hozzávinni akár erősítő vagy nyújtólazító gyakorlatokkal is a lábat tekintve, vagy akár generálisan. Milyen egészségügyi problémákhoz vezethet úgy hosszú távon tényleg, hogyha valaki nem foglalkozik ezzel kellő komolysággal? Egészségügyi problémákat tekintve ugye általánosan ugye ezek az izomfájdalmak, hosszabb távon izületi blokkok, tehát a csigolyák esetleg egy rossz helyzetben megmaradnak a mozgásszegény miatt, amiatt, hogy aszimmetrikusan terheljük napközben magunkat. Ki könyököl, ki keresztbe teszi a lábát, ki elcsavarodva gépel az asztalnál. Ugye erre mind tud adaptálódni és hozzászokni ugye a csontstruktúra is, és ezáltal ugye a csigolyáknak a helyzete is egy bizonyos pozícióban úgy maradhat, és ez fájdalmat okoz, tehát ezt úgy hívjuk a manuál terápiában, hogy blokkok keletkeznek, mozgásában korlátolt szakaszok, területek a gerincben, és hát ehhez kapcsolódóan mindenféle fájdalmak, izomcsomók, amik esetleg kisugárzó fájdalmat okoznak, akkor ugye a tartós ülés miatt esetleg dagadhat valakinek a lába, ugye az említett rossz keringés miatt, fejfájások, beszűkült mozgások miatt, ugye a mozgásoknak a minősége és a mértéke az csökkenhet, tehát mozgásterjedelem változások lehetnek, ezek mind-mind jelentősen előfordulhatnak egy jó pár hét mozgásszegény életmód után. És említetted ugye, hogy kinek mennyi ideje van erre, attól függ, de mégis körülbelül mennyi az a mennyiség, amit naponta tornáznunk kellene? Egy 20 perc, fél óra, hogy kell ezt elképzelni a gyakorlatban, vagy ez attól függ, hogy mit és mikor mozgatunk éppen? Hát az általános javaslat az lenne, hogy legalább egy fél órára mindenkinek kellene, hogy időt szálljon így a karantén időszaka alatt arra, hogy átmozgassa magát. Ugye ez a minimum, én azt gondolom, ha belegondolunk abba, hogy ha nem mozdulunk ki, sokkal kevesebb lépésszámot teszünk, sokkal kevesebb dinamikus mozgás ér minket, sokkal kevesebb olyan mozgás, ami mondjuk az egyensúlyunkat mozgatja meg, például mondjuk, ha valaki kapaszkodik a villamoson, és állandóan imbolyog, ugye az egy folyamatos stimulációt ad mondjuk az egyensúlyrendszerünknek, az idegrendszerben. Tehát
Alapvetően minimum 30 perc, és hát hogyha valakinek ez belefér, akkor ez folyamatosan növelhető akár egy 60 percre is, de a minimumot mindenképp 30 percben gondolnám. Van-e ilyenkor szükség valamilyen speciális eszközökre általában? Ugye nem mindenkinek van a pincében egy komplett konditerem. Mik azok a legfontosabb eszközök, amiket érdemes vagy beszerezni, vagy ha nem szükségesek, akkor milyen gyakorlatokat lehet azok nélkül is elvégezni? Én gyógytornászként azt tapasztalom, hogy azért saját testsúlya nagyon-nagyon jól lehet és hatékonyan lehet dolgozni. Tehát nem feltétlen szükséges az, hogy most speciális eszközök legyenek otthon számunkra, akár mondjuk egy kész olyan gép, amivel mondjuk át tudunk mozgatni mindent. Ugye egyrészt a saját testsúlyos edzéseken kívül sokszor van azért otthon a háztartásban egy labda, ma már azt tapasztalom, hogy egy gumiszalag is, és hát egy széket is ugyanúgy lehet használni erősítő gyakorlatokhoz, például guggolásokhoz, kitörésekhez, vagy ha egyszerűen csak annyit alkalmaznak, hogy hátuk mögé teszik a széket, és leül, föláll, és közben a farizmokat szorítva tartja. Tehát, hogy nagyon variábilis ez, akár egy asztal is mondjuk olyan gyakorlatokhoz, ahol mondjuk nyújtózásokat végez. Tehát, hogy nem feltétlen speciális eszközöket igényelnek, de én nagyon hiszek abba, és nagyon sokszor megkönnyíti a pacienseknek a mindennapjét, ha olyan tanácsokat tudunk nekik adni, amivel végül saját testüket használva eszköz nélkül is jól át tudják mozgatni magukat. De alapvetően mondjuk egy általános otthoni tornához mondjuk hasznos lehet, ha van például egy tornaszőnyeg, ugye, amire le tud feküdni, hogyha mondjuk kemény lenne a talaj, jó, hogyha van egy gumilabda és esetleg egy gumiszalag, de ezek nélkül is tökéletesen lehet egyébként bármilyen edzés mozgást elvégezni, legyen az egy nyújtó gyakorlat, egy mobilizáló átmozgató gyakorlat, vagy akár egy erősítő gyakorlat is. Előkészítettünk egy polifomot és egy labdát, akkor ezen kell mutass nekünk pár feladatot. Rendben. Kényelmes törökülésben helyezkedjünk el, ugye ez egy olyan testhelyzet, amiben egyébként zömmel mindenki el tud helyezkedni, kivétel egy kicsit fáj a térde. A törzset kiegyenesítjük, vállakat lazán leengedjük, és fejtetővel nyújtózunk fölfelé, mintha a fejünk egy lufi lenne, ami el akarná érni az eget, ezáltal ugye a gerincet nyújtjuk, lazítjuk fölfelé. Belégzés, középhelyzet, és kilégzésre elkezdem billenteni a medencémet, kifújom a levegőt, hátra nyújtóztatom a hátamat, lehajtom a fejemet, könyökök lazák maradnak, majd innen egy hullámmal kiegyenesedek. Ez a mozgás nagyon jól átmozgatja a medencét, a keresztcsontot, nyújtja a hátat, és lazítja a vállövet és a nyaknak a felső részét. Ezt a gyakorlatot érdemes lassan 4-5-ször elvégezni. A rotáció, kiforgatjuk egyik oldalra a törzset, hátra nézünk. A medencénk fontos, hogy előre nézzen, csak a mellkasból csavarodjunk el, és ugyanez a másik oldalra. Egyik oldal és másik oldal. Ezt lehet dinamikusan, gyorsabban is végezni, és lehet lassabban, egy picit kitartva. Fontos, hogy ilyenkor a tekintet az a vállon legyen hátul. Ezt is 4-5-ször legalább oldalanként. A nyakat tudjuk lazítani törökülésben. Átöleljük a fejet, fontos, hogy a felkar és az alkar az jól átölelje, hogy mindenképp egy oldalhajlításba húzzuk a fejet, kilégzésre, ellenoldali váll laza marad, belégzésre visszaengedjük. Kilégzésre elhúzzuk oldalra a fejet, belégzésre visszaengedjük. Végezzük lassan, egyenletesen a mozgást addig, amíg ez a feszülés itt a nyak vonalában oldalt érezhető, de még elviselhető legyen, és az utolsót tartsuk majd meg egy 5-6 ismétlés után, nyújtózva a karral a test mellett, hogy elvigyük a nyakat a teljes nyújtásba, és ugyanezt vissza helyezzük középre, és elvégezzük a másik oldalon. Tudjuk ezt esetleg rosszul csinálni? Tehát ha egy apró fájdalmat érzünk, akkor inkább folytassuk, vagy hagyjuk abba? A rosszul csinálás, hogyha nem a nyaknak az oldalsó részét, az úgynevezett csuklyás izmot nyújtjuk, akkor gyakran az van, hogy rotációba visszük a fejet, amiatt, hogy nem öleljük át jól a nyakat, mert akkor nem tudjuk eltéveszteni a hajlításnak a síkját. És a fájdalom az egy fontos dolog, amit említesz, mert hogy
Sokszor vannak olyan alkattípusú emberek, akik szeretik azt, ha valami fáj, és alapvetően, ha be van állva valakinek a nyaka, és úgy nyújtja, úgy próbálja lazítani, hogy egy olyan ponton túl tovább viszi a húzásba a nyakat, ami mondjuk egy intenzívebb fájdalmat vált ki, akkor sokszor a test egy védekező feszülésbe jön, és ezáltal nem fogja engedni a lazulást ugye az izmoknak, és az nem tesz jót. Tehát nagyon fontos figyelni azt, hogy hol van az első elviselhető, tolerálható feszülés a nyakban a nyújtásnál, és ott meg kell állni, mert utána nem fog majd tovább lazulni az izom, hogyha nagyon-nagyon tovább nyújtjuk. Azzal van összefüggésben, hogy milyen a reflex folyamata a nyújtásnak, hogy a jó reflex kapcsol be a nyújtás során, vagy pedig egy nem jó reflex kapcsol be a nyújtás során az idegrendszeren keresztül. A nyakgyakorlatok kapcsán még fontosnak tartom a fejnek a lefelé hajlítását, keresztirányban ferdén. Ezt úgy szoktam mondani a pacienseknek, hogy minthogyha megnézni az azonos oldali csípőjét, a hát az egyenes marad, és csak a fejet mozgatjuk. Kilégzésre lehajtjuk, a kéz vezeti a mozgást, belégzésre visszaengedjük, és az utolsót ugyanúgy itt is kitarthatjuk, a nyaknak a hátsó része fog ilyenkor nyúlni, majd visszaengedjük egy olyan 15-20 másodperc után a nyakat középhelyzetbe, és elvégezzük a másik oldalon. Nagyon jó gyakorlatokat lehet derék és gerinc lazításra labdával és labdával nélkül is végezni. Először megmutatom, hogy csinálnám labda nélkül, és aztán utána labdával. Támaszkodom a kezemmel magam mellett, megemelem föl a kart, a törzs egyenes és oldalhajlás. Engedem, hogy a törzsem hajoljon oldalra, ameddig engedi ez az oldalsó része a törzsünknek a nyújtást, majd visszajövünk föl. Miért fontos ez? Ugye azért, mert nagyon gyakran a deréknak ez az oldalsó része be tud állni, nagyon be tud feszülni, amiatt, hogy csak ülünk, és nincs mozgás, sem oldalhajlás, sem törzsfordítás. Tehát fontos a törzsnek a nyújtása, és általában a nyújtásnál dinamikusan is tudunk mozogni ebben, és lehet úgy is, hogy statikusan tartjuk ki, és megtartjuk. Lehet pici pulzáló mozgást végezni, ami a kötőszövetünket lazítja. Tehát az izom fölötti hártyát, ami nagyon fontos, hogy szabadon jól tudjon mozogni, és ebbe tudunk kombinálni ebbe a mozgásba a rotációt is. Elforgatom a törzsem, nyújtózok, és az egész oldalam tud ilyenkor nyúlni, visszaforgatom, és följövök. Természetesen ugyanezt el lehet végezni a másik oldalra. Ha ezt labdával végezném, akkor ráteszem a tenyeremet a labdára, engedem, hogy rágördüljön a labdára az alkarom, ezáltal rá tudok támaszkodni, ad egy ruganyosságot az egésznek, és itt tudok esetleg a labdába piciket pulzálva mozogni, ami folyamatosan nyújtja, lazítja az egész oldalnak a kötőszövetét. De természetesen lehet más gyakorlathoz is használni a labdát, például ferdén nyújtózásra. Fontos, hogy az új végek messzire akarjanak nyúlni, lehajtom a fejemet, kifújom a levegőt, és följövök dinamikusan, váltok. Egyik oldal, és másik oldal. Ez a gyakorlat nagyon jól nyújtja a derekat, a kötőszövetét a deréknak, megmozgatja a törzsnek az alsó oldalsó izmait, és ezt is természetesen lehet úgy végezni, hogy megtartom, és pici pulzáló mozgásokkal nagyjából egy 15-20 másodpercig, és ugyanez a másik oldalra. Hogyha a hátat szeretném még jól átmozgatni, ugye a háti szakaszunkon ott vannak a bordák, amik ugye segítik, megkorlátozzák is a mozgásunkat. Tarkóra teszem a kezet, könyökök egy picit a törzs vonalában oldalt vannak, függőleges a törzs, fejtetővel nyújtózunk. Elforgatom a törzsemet a jobb combom felé, elkezdem lehajtani a fejemet, gömbölítem a hátamat, úgyhogy a derekam nem mozdul, az egyenes marad, majd innen lassan csigolyáról csigolyára följövök és középre fordulok. Elforgatom a másik oldalra, hajtom le a fejem, gömbölítem a hátam, nyúlik a hát, jobb oldalon vissza és középre. És természetesen itt is lehet oldalt hajlást,
forgatásokat végezni. Most szándékosan lassabban mutatom, hogy jól értelmezhető legyen a mozgás. Minden egyes mozgáshoz tudunk akár légzést kapcsolni, és fontos is, hogy a gyakorlatok között ne tartsuk vissza a levegőt. Ez nagyon tipikus, hogy nem feltétlen tudják egyenletesen venni a mozgás közben a levegőt. Ezt meg kell tanítani, vagy tudatosan oda kell figyelni arra, hogy egy-egy mozdulat legyen kapcsolva egy-egy légzéshez is. Akkor ha jól látom, most ezek általában inkább nyújtó gyakorlatok. Ez a fontosabb, vagy az, hogy egy fizikai erőnlétünk legyen, és akkor erősítő feladatokat is végezzünk ahhoz, hogy a napi testmozgás meg legyen? Ez egy nagyon jó kérdés. Alapvetően ezek nem csak nyújtó, hanem úgynevezett mobilizáló gyakorlatok. A mobilizálás az azt jelenti, hogy átmozgatás. Mert hogy ugye a test napközben ül, statikusan dolgozik, esetleg mondjuk a gépelésnél az ujjaink dinamikusan dolgoznak, de egyébként nagy ízületeket átmozgató mozgások nem nagyon érnek minket. Ha nincs mozgás, tehát statikus terhelés van, akkor nem kap megfelelő keringést a szövetünk, nem kap megfelelő csúszó mozgást, tehát nincs elmozdulás a szövetekben, ezért a szövetek összeragadnak és összetapadnak. És ezáltal egyrészt nyilván, hogy nincsenek használatban, igazadban abban, hogy kell az erősítés is, viszont sokszor a fájdalmak inkább abból adódnak, hogy nem mozgatjuk át a szöveteinket, és amiatt, hogy mozgásszegények a szövetek, összeragadnak, összetapadnak, és nagyon sokszor ugye folyadékot is elfelejtünk fogyasztani, mert 4-5 órája már úgy ülünk ugye az asztalnál, hogy nem keltünk föl és nem ittunk meg mondjuk egy pohár vizet vagy több pohár vizet. Tehát, hogy alapvetően a sokkal több panasz az inkább a mozgásszegénység, a dinamikus mozgások hiányából adódik, és nem annyira feltétlen abból csak, hogy az erősítések nincsenek, de valóban egyébként nyilván, ha nem használjuk olyan mozgásokra az izmainkat, ahol ugye erősítés is történik, az izomnak az ereje is, meg a testnek az ereje is fog csökkenni. Tehát arra is van szükség. Ahhoz, hogy tudjuk erősíteni például a hátunkat, mert mondjuk sokat ülünk és gyengül a hátunk, mit csinál egy törzs, amikor ugye elfárad, esik össze, ugye hanyagul ülünk egy idő után, mert a gerinc melletti hosszanti izmaink nem tudják már tartani függőlegesen a törzset, tökéletesen lehet egyébként törökülésben is akár, vagy egy széken ülve ugyanígy csak nem törökülésbe helyezett lábakkal, mint ahogy én vagyok, mondjuk hátizmokat erősíteni. Tarkóra helyezzük a kezünket, és elkezdek egyenes törzsdöntést végezni. Amikor előre dőlök egyenes törzsdöntésben, akkor a gerinc melletti hosszanti izmok befeszülnek, elkezdenek dolgozni. És amikor behajolok előre, figyelni kell arra, hogy az áll, és a fej az egy vonalban legyen a törzsel, tehát ne toljuk ki előre, hanem függőleges legyen, és itt lehet akár lapockazárásokat lassan végezni, ugye ez már egy hátizomerősítő gyakorlat, lehet úgy is, hogy az egyik karom fönt van, és úgy húzom hátra, lehet úgy is, hogy mind a két karom fönt van, és úgy húzom hátra, ezek mind-mind nagyon jól bekapcsolják a hátizmokat, hogy egyenes törzsdöntésben dolgozunk. Ehhez lehet akár egy gumiszalagot, mintha a kezemben lenne egy gumiszalag, kihúzom oldalra, dolgoznak ezzel a vállizmaim is, dolgozik a hátizom, vagy egy evezőhúzást, akár szalaggal, akár mintha lenne egy képzeletbeli szalag a kezembe, ezek ugyanúgy a törzset erősítik és átmozgatják. Egyben mobilizálnak is, mivel mozgatom, megerősítenek is. Érdemes tehát ezeket az egyszerűen elvégezhető gyakorlatokat naponta legalább egyszer megcsinálni, hogy megszüntessük a panaszokat és egészséges életmódot folytathassunk. Mára köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!